Matilda vagyok, és készültem néhány karácsonyi videóval, hogy már majdnem itt a karácsony, úgyhogy ez az első videó ebben a négy részes kis sorozatban, és most néhány könyvet fogok ajánlani, amit ajándékba lehet adni karácsonyra. Ezek nem konkrétan karácsonyi könyvek lesznek, hanem olyan könyvek, amiknek szerintem mások örülnének. Minden könyv, amit most összeszedtem, olyan, ami megjelent már magyarul is, szóval nem angol könyveket fogok ajánlani, hanem tényleg olyanokat, amiket be is lehet itthon szerezni, és oda is lehet adni másoknak. Először is néhány gyerekkönyvet ajánlanék a kisebbeknek. Az első ilyen könyv a Fiú, akit karácsonynak hívnak. Ez a tavaly évben a kedvenc könyvem volt, ajánlottam már szerintem egy csomószor. És ez tényleg egy nagyon aranyos történet, én imádtam. Kicsit brutális, bár ahogy elnézem mostanában a gyerekkönyveket, ez ilyen átlagos dolog. Ami így nekem furcsa volt ebben a könyvben, mármint abban az értelemben, hogy ez egy gyerekkönyv, és voltak benne olyan dolgok, amik szerintem nem annyira kisgyerekeknek valóak, de mostanában olvastam több gyerekkönyvet is, és mindegyikben voltak ilyen brutálisabb dolgok, szóval úgy tűnik, hogy a gyerekkönyvekben most már ilyen dolgok is vannak, vagy hát voltak régebben is. Szóval ez egy teljesen jó kis ajándék, mert vannak benne illusztrációk, könnyen lehet vele haladni, nagyon aranyos kis történet, ráadásul plusz pont, mert karácsonyi is a téma, szóval így illik is a karácsonyhoz, tehát hogyha valaki ezt megkapja, akkor karácsonykor vagy másnap már tudja is akár olvasni, és még egy kicsit visszarászódhat a karácsony hangulatba. Bár én speciál mindig karácsonyi hangulatban vagyok. Másik gyereknek való könyv, a Leleményes Hugo Cabré. Ez szerintem egyrészt azért nagyon jó ajándék, mert ez egy nagyon szép kiadása van, ez is sok illusztrációt tartalmaz, könnyen is lehet olvasni, gyorsan is, és ez teljes mértékben gyerekkönyv. És ezt a sztorit is imádtam, mert igazából mindegyiket imádtam, amit most felsorolok, szóval nem tudom miért mondom el mindegyikre, de nem baj. Már erről a könyvről is nagyon sokat beszéltem. Ebből van film is, és hát szerintem, hogyha valaki szeret olvasni, és szereti gyerekkönyveket, vagy valaki kisebb még, fiatalabb, és mondjuk kevésbé megy neki a tömör szöveg olvasása, annak is ez tökéletesen jó, tele van illusztrációkkal. Ennek a könyvnek 3/4 egy egész oldalas illusztráció. De akár ez a könyv olyanoknak is megfelelő lehet, akik szeretik a filmeket, főleg tehát a filmkészítés elejét jól ismerik és szeretik, amikor beindultak ugye a néma filmek, a rövidebb animációs filmek, mert ennek a könyvnek a központjában is ez áll a filmkészítés, és ez tök jó benne. Az utolsó könyv pedig, amit kisebbeknek ajánlok, bár igazság szerint bárki elolvashatja, az Esti mesék lázadó lányoknak. Ebben a könyvben 100 nő története van, egy oldalas összefoglalásban leírva, hogy ők mit vittek véghez, nagyjából az, hogy hogyan, és mindegyik mellé van egy külön kis illusztráció. Sőt, a végén, a könyv végén van hely is kihagyva, hogy te is elkészítsd a saját illusztrációdat, és megírd mellé a saját történetedet. Szóval ez egy nagyon jó kis gyerekkönyv, ráadásul ahogy a címe is sugallja, akár arra is jó, hogy minden este elolvassunk belőle egy kis történetet, mielőtt lefekszünk. A következő könyvet olyan embereknek ajánlom, akik szeretik az olyan témai könyveket, amikben a család áll központban, és igazából a család tagjai közötti kapcsolatrendszert fejtik ki a történet, és az egésznek ez áll ugye a középpontjában. Hogyha valaki szereti az ilyen típusú könyveket, akkor annak szerintem tökéletes ajándék az, amit sohasem mondtam el, ugyanis ennek a könyvnek tényleg az a fő témája, hogy megpróbálja kideríteni, hogy hol siklott félre a családi élet, és az összes családtagot végigjárjuk, mondhatni, mindenkinek a szemszögéből látjuk a történetet, elmondják, hogy mi történt korábban, mi történt utána, és végül is az összes ilyen kis szál során sikerül kibogoznunk a történetet, és rájönni, hogy végül is mi is történt. A cím kicsit megtévesztő lehet, de ez nem egy ifjúsági regény, mert
Én is tudom egyszer, amikor mondtam valakinek, hogy most épp ezt a könyvet olvasom, és megkérdezte, hogy akkor ez milyen, és így elmondtam, és nem arra számított cím alapján, mint ami a könyv tényleges története. Mert ez tényleg nem egy ifjúsági regény, ez attól sokkal komolyabb. Aki szereti az ilyen szomorú, megható történeteket, annak ajánlom a Szólít a szörnyet, mert ez egy fantasztikus alkotás. Garantáltan bőgni fog az ember a végén, és nagyon jó. Nemrég megnéztem a filmet is, az is jó volt, a könyv azért jobb. Azért, hogy az ifjúsági könyvek sem maradjanak ki a kategóriából, hogyha valaki tizenévesnek szeretne könyvet venni, aki szereti az ifjúsági könyveket, akkor annak három könyvet tudok ajánlani. Az első a Veled minden hely ragyogó. Ez egy romantikus, irtózatosan aranyos és nagyon-nagyon jó történet. Én ezt a könyvet imádtam. Ilyen két nap alatt olvastam ki, mikor olvastam. De ez a bőgős véggel végződik. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó, viszont kell hozzá egy csomag papír zsepi. Másik, az Eleanor és Park. Ez valamilyen szinten hasonló az előzőhöz. A vége kevésbé szívfacsaró, de igazság szerint mind a kettőben, hát úgymond a háttérsztoriban azért vannak komoly dolgok. A harmadik ifjúsági könyv pedig egy krimi. Azt hiszem, hogy krimi. Az pedig a Lehull a lepel, ez most jelent meg, nemrég. Október elején jelent meg ez a könyv magyarul, szóval most már ez is van. És ezt a könyvet nagyon próbálom mindenkinek ajánlani, mert én ezt imádtam. Volt egy pont, amikor falhoz akartam vágni, mert akkor ez a szemforgatós okok történtek benne, hogy na mindegy. Majd, hogyha valaki elolvassa, akkor tudni fogja szerintem, mire gondoltam. De ez nagyon jó. Nagyon jó volt. Attól függetlenül is, hogy azért sejtettem, hogy a végén mi fog kiderülni, de szerintem azért sejteni lehet. Nem is az a lényeg szerintem, hogy végül is ki volt a gyilkos, mert ugye ebben megölnek valakit. Hanem az a lényeg, hogy a négy gyanúsítottunk, hogyan éli át ezt. Hát végül is nekik is a kapcsolatrendszerük van a középpontban, a családjukkal, meg mindenki mással is. És ez nagyon jó. Az utolsó kategória pedig, amiben még könyvet ajánlok, az a történelmi fikció. Az első könyv az első világháborúban játszódik, és egy lova főszereplője, tehát a lovat követjük végig, ez a Hadakutyán. Szerintem akármilyen korosztálynak jó, bár a világháborús téma miatt talán azért kicsit nagyobbaknak ajánlom ezt. Tehát, hogy gyerekeknek annyira nem, de én ezt imádtam, és Joy annyira cuki, és én lóbolond vagyok, szóval engem a lovas résszel megvettek, de a világháborúra amúgy is nagyon érzékeny vagyok, szóval ez egy nagyon jó könyv volt. Ezt próbáltam ebből kihozni. Az utolsó könyv pedig, ezt igazság szerint én még nem olvastam, de anyukám kapta tavaly karácsonyra. Tehát innen tudom, hogy jó karácsony ajándék. Ez Fabian Jankától az utolsó boszorkány történetei. Nem tudok sokat mondani magáról a könyvről, ugye már nem olvastam, viszont anyukám olvasta, és neki tetszett. Szóval szerintem, hogyha valaki az anyukájának szeretne könyvet venni, akkor ez nem csak ez, de igazából szerintem Fábián Janka bármelyik könyve egy jó vétel. És egyébként én ezt a könyvet el is szeretném olvasni, de még nem jutottam oda. Majd próbálom. És akkor el tudom mondani, hogy mi történik benne, mert azon túl, ami a főszövegem van, nem tudom, mi történik benne. De hallomásom szerint ez egy jó könyv. És ezzel a videóval véget ért a nyereményjáték. Úgyhogy most kihirdetem a nyertes, aki pedig ez a kommentelő. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a nyertesnek pedig gratulálok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!